A kanokutya herélése után kell-e gallér? Nyalhatja-e a sebet? Természetesen nem nyalhatja, és kell gallér. Minden orvosi meccésnek és orvosi steril körülmények között készült sebnek, amelyet később aztán varatokkal egyesít az állatorvos, ezeknek a sebeknek a védelme az elsődleges szempontú. Miből áll ez? Hiszen mindenki azt gondolja, hogy a sebeknek a, a nyalogatása az csak jót tesz, mert hiszen szabad természetben is a sebeket a kutyus addig nyalja, ameddig az be nem gyógyul két, ketté kell ezt a dolgot választani, és azt kell mondjam, hogy azoknak a sebeknek, amelyek steril körülmények között készültek, és varatokkal egyesítve vannak, azoknak nem tesz jót a nyalás, hiszen ezek a steril sebek a nyalástól akár be is fertőződhetnek. Azon túlmenően a nyalás sokszor a varratokat is érinti, és sokszor a varratokat is eltávolítja a nyalással, az agresszív nyalással a, kutya. a Azoknál a sebeknél, az úgynevezett másodlagos sebgyógyulást mutató sebeknél, amelyek nem steril körülmények között készült, készültek, mert valamilyen baleset okozta, harapás okozta, ott egy folytonosság hiány van, esetleg a folytonosság hiánynak az alapjában egy, hát egy másodlagos sebgyógyulás indult be ezeknél az első, a sebgyógyulás első fázisában, a feltisztítás fázisában, amikor a szervezet lelöki, ellöki magától azokat a részeket, azokat a szöveteket, amik elhaltak vagy fertőzöttek, ebben a fázisban a nyalás kifejezetten hasznos, hiszen mechanikusan eltávolítja ezeket a szövegeket, és a nyállal, amit a nyalás során bejuttat a sebbe, még oldja is ezeket a sírült és eltávozásra hát, szükséges szöveteket. Tehát a másodlagos sebgyógyulásnál ott van haszna, de azoknál a sebeknél, amit állatorvos készít és összevar, azoknál kifejezetten káros a nyalás.